Az utolsó simítások zajlanak, így hamarosan újra minden formában járható lesz a megújult utca. A szinte már járhatatlan útszakasz felújítása májusban vette kezdetét, és a lakók nagy örömére a közel 4 hónapig tartó munkálatok a határidő lejárta előtt 1 hónappal előbb készülnek el. József Attila utcában teljes burkolat felújítást készítettük el, és nem csak a burkolat felújítást, hanem kicseréltük a teljes víziközmű hálózatot, beleértve az ivóvízhálózatot, a szennyvízhálózatot, sőt az utca alsó szakaszán a csapadékcsatorna is újjáépítésre került. A teljes utca faltól falig alépítménnyel együtt új térkőburkolatot kapott. Az egész utca nagyjából 300 méter, 3 méter híján, 297 méter hosszban újult meg. A teljes útburkolat 1400 négyzetméter felületen újult meg, ehhez csatlakozik még több mint 500 négyzetméter járdaburkolat, beépítésre került több mint 500 folyóméter szegély. A kivitelezés kezdése idei év májusa volt, és sajnos a közműhálózat cseréjével együtt kicsit elhúzódott, de még bőven beleférünk a szerződéses határidőnkbe, és most a hétvégén tervezzük átadni. Szerencsére a koronavírus járvány sem akadályozta a munkálatok lebonyolítását a felmerülő munkaerőhiány és kivitelezés szempontjából. A városban nem csak az utak felújítására volt lehetőség, további fejlesztések vették kezdetüket. Családi élménypark készül a legkorszerűbb új közvilágítással, amely minden korosztály számára igénybe vehető lesz. A 370 négyzetméteres freestyle pálya mellett vadi új kosárpalánk is megtalálható, a 21 féle játékról nem is beszélve. A sokszínű park október 2. felére készül el, szintén az eredeti határidő előtt, ami november 26-ára esett volna. Jelenleg a Perzselmoor pihenőparknak a helyszínén vagyunk, itt egy családi pihenőpark készül. Ez a pihenőpark minden generációnak a pihenésének helyszínéül szolgálhat majd, amikor elkészül, egészen a kicsiktől az idősebb korosztály számára mindenkinek készül valamilyen szórakoztató egység, helyiség. Ugye készül itt egy freestyle pálya, bicikliseknek, görkorisoknak, készül egy időseknek szánt senior kondipark, található meg a parkba 2 pingpongasztal, készül egy nagyobb 21 elemből álló játszótér, kicsiknek, kicsik számára, készül egy egész család számára használható sütögető helyiség, a hozzá kapcsolódó beülőkkel, elkészül itt egy ivókút, aki megszomjazik annak, nagyjából most ez készül. A kivitelezést júniusban kezdtük. Eddig csak a járdaburkolatot készítettük el, a sütögetőhelyiséget, freestyle pályát, kerítésépítést, és most kezdték el a játékok elhelyezését. Amikor ez befejeződik, akkor tudjuk meg véglegesíteni a burkolatokat. Nagyjából ennek várható befejezése október vége, tehát a szerződéses határidőnk előtt bő 1 hónappal szeretnénk befejezni, átadni. Egészen modern, tehát ilyen nonfiguratív, ilyen amőboid-szerű formák, nincsenek szögletes élek, a járda is lekerekített vonalvezetésű, nagyon modern hatású lesz. Természetesen a parkosítás is meg fog történni. Minden fa, amit ki kellett vágni, pótlásra kerül, és a jelenleg még földes területeken is mindenhol füvesítve lesz. A pihenő parkot bárki bármikor igénybe veheti majd, aki egy kis testmozgásra vágyik, vagy éppen az, aki egy kellemes hétvégi sütögetést tervez. A két fejlesztés közel 200 millió forintba került, részben pályázati pénzből finanszírozták.